Na szóval sziasztok srácok, én a Hadicsomkraf vagyok, és ebben a videóban Minecraft Let's Play-ezni fogunk. Ja, Minecraft Let's Play, yeah boy! Térjünk is rá remek Minecraft Let's Play lényegére, és azért köszöntöm el most itt, mert a háttér viszonylag tetszik. Dős. Jól láthatjátok azt, hogy ó, palmastálta leső. És láthatjátok azt, hogy itt van pár pandám, de nem kevés. Meddig van mindegyik tudtam, azért fénylik a pajzs. Meg kard, max kard. Na. Mert itt van a slime-os panda. Most megyünk a pandákhoz. Illetve meg is fogunk nézni, hogy esznek. És illetve meg fogunk ütni egy pandát, és egy ránk támad. De hát most ebben a mai videóban ki fogjuk tapasztalni a pandáknak a működését. Én is hiszem nekik ilyen nagyon faszás keretet. Na, nézzük. Nem kaptok. Ugye lesztek vágva. Igazából mindegyiknek az a neve, hogy Oli Panda E.T. kivéve azt hiszem ennek. Na igen, ennek az a neve, hogy Király Oli Panda E.T. mert ez ilyen boldog panda nagyon, ezért neki sok bambusz szoktam adni. Tehát, hogy szaporítjuk őket, most nem dobálok nekik. Tehát elfelejtem, és valamelyiket dobálom, valamelyiket szaporítom. De akkor neked zabáltam, hogy te is kapsz. Te is. Na és, most pározgatni fognak, láthatjátok ott is van a baby panda, ott is vannak a baby pandák, és azt is lehet velük csinálni ezekkel a pandákkal, most ennyi bambuszol nálam, hogy el is lehet nekik dobni, és úgy is felveszik. Mondjuk eldobok nekik, most tételezzük fel, egy 6 darabot, már is csak bambuszom, és azt ők fel is fogják venni, de felvettem, továbbadhatom, és mindenféle dolog, és ez egy tök jó panda XP farm igazából, mert igazából adok nekik kaját, vagy ha megetettem őket, és a gyerekek születik, akkor adnak XP-t, ez egy tök jó XP farm. És igazából az a lényege a pandáknak. Na most tételem fel egy olyan pandát, ami még nincsen elnevezve, olyat megütök gyorsan, és az rám fog támadni, hát nyilván, de nem az egész panda csapat, csak egy panda fog rám támadni. De miért van mindegyiknek neve a szégyed? Nem, ennek nincs neve. Megütöm. És nem támad rá, mert csak a mérges pandáknál van. Ezt most nem látta senki, jól van? Muszáj voltam megvenni, mert be kellett mutatnom, hogy hogyan működnek ezek a pandák. Muszáj voltam. Ezt tegyétek meg, amit dobott a társatok. És a pandáknak van inventory-e, hát azt hiszem 6 set bambusznak eltározni a pandák, és azért az elég jó. Ja. És igazából a pandák ezt tudják. Na, ja, a pandák ezt tudják. Csak közben iszok. Bocs, csak iszok. Na, és először iszok egy kortyot gyorsan. A pandákról igazából ennyit. És ja, ennyi. Ja. Még mindig. Ennyit a pandákról, és most a következő Let's Play részbe bambuszfarmot fogunk építeni. Hát gyerek, hát bambuszfarmot. Állítok én itt egy nappalocskát. És majd ilyen lebegő szigetes videóm is lesz. De
ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, és ha szeret is hasznosat találtátok az, hogy meséltem pár dolgot a pandákról, akkor iratkozzatok fel, és nyomjatok egy hatalmas nagy lájkot. Na szóval, szevasztok, tok, ja, tok.